tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnt a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények, Klaudiával, aki földrajztanár, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media Tudományos és Fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 54. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Hosszú ideig az idei Nobel-díj várományosaként emlegettük Karikó Katalint a szintetikus mrna alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatóját, mind a kémiai, mind a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj tekintetében. Végül a Svéd Királyi Tudományos Akadémia nem a Széchenyi díjas magyar kutatóbiológus tüntette ki, de bárhogyan is az Alfred Nobel végrendelete által alapított díj egy ideig a magyar sajtó célkeresztjébe került annak lehetőségével, hogy ismét egy honfitársunkkal bővül a díjazottak illusztris név de mi is pontosan a nobel díj és kik adják át, milyen valódi haszna van mind a kutatók, mind pedig az emberiség számára, arról kevés szó esik. Műsorunk első felében erről a konkrét teljesítményért, eredményért adható éremről és az idei díjazottakról beszélgetünk, de nem kevésbé lebecsülendő az a teljesítmény sem, amit az úgynevezett Ig nobel tudhatnak maguk mögött. Más kérdés az eredményesség, hiszen bár a kutatások komolyak, hasznosságuk erősen megkérdőjelezhető. to Az Ig Nobel díjat olyan kutatásokkal lehet elnyerni, amelyeket nem lehet, vagy nem érdemes megismételni. A lényeg, hogy az eredmények egyszerre késztessenek nevetésre és gondolkodásra. A témáról már korábban a Parallaxis Podcast 14. részében is beszélgettünk, ráadásul az adásban vendégünk volt dr. Gál József, aki csapatával a pingvinek székelési szokásait kutatta, és nyerte el a díjat. S bár Sir André Game személyében csak egy olyan tudós létezik, aki mind a Nobel, mind pedig az Ig Nobel díjat magáinak tudja, mi ezt a két elismerést egy lapon, azaz egy adásban említjük. Műsorunk elején tehát a Nobel, műsorunk második felében pedig az egyébként egy tudományos visszlap szerkesztő gárdája, valamint néhány Harvardi Egyesület által megszavazott Ig Nobel díjas kutatásokról esik szó, melyben ezúttal is beszélgető társam lesz Ivanis Rigel Klaudia földrajztanár, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklós fizikus, az MTA LTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia, Miki! Sziasztok! Viszont még mielőtt belekezdenénk a téma boncolgatásába, azt szeretném felhívni a figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy támogatásotokkal nagyban hozzájárulhattok a tudományos ismeretterjesztő munkánkhoz és a Parallaxis Univerzum tágításához. A részleteket megtaláljátok a donate.emtv.hu címen. Na most, ugye, az a helyzet, hogy Nobel-díjról akarunk itt -e beszélgetni valóban. Nyilván először néhány szóban el kell mondanunk, hogy ez a Nobel-díj az mi. Ugye, hogy elegyelten ki volt ez a Nobel? Ez egy, ugye, egy svéd vegyész volt, meg mérnök, meg feltaláló, meg üzletember, ugye abból csinált ő rettenetesen sok pénzt, amiből máig adják a díjakat, hogy ő találta föl, ah, na micsodád, a dinamitot, ugye nyilván, de egyébként nem, volt, nem ez volt az egyetlen uh, találmánya neki, de hát nyilván ez, ez uh, jövedelmezett a legjobban, de egyébként a csávónak mintegy 355 szabadalma volt az életében, ennek a jóreg Alfred Nobelnek, és hát ugye, hát hogyha már egy olyan dolgot szabadított rá az emberiségre, ami aztán ugye a háborúk sorában elég csúnya dolgokat művelt, tehát konkrétan a, a dinamitot, illetve hát a, tulajdonképpen a nitroglicerinnek a, a robbanó jellegének a kiaknázásához járult ő, ő nagyban hozzá, ami persze ugye, hát szolgál ugyan békés célokat, de hát ugye jellemzően azért nem, nem ez jut elsőre eszünkbe a robbanószerekről, Uh, szóval hát talán, talán valamiféle lelkiismeret furdalás gyötörhette, vagy én nem tudom, de minden esetre úgy gondolta, hogy az emberiséget leginkább előre vivő uh, kutatásoknak uh, fogják adni ezt a pénzt, ami tulajdonképpen az ő hagyatékából származik, amit azóta is az utódok gondoznak, de volt annyi esze, szerencsére az Alfred Nobelnek, hogy nem az utódai, tehát nem a család dönti el, hogy kikapják meg, hanem ezt rá is bízta ugye a Svéd Királyi Tudományos Akadémiára. És azóta is mindig ö, ők hozzák a döntéseket, ugye jelölések alapján. Na most eredetileg az ő végakarata szerint, ez egyébként nagyon érdekes, úgy szólt a, a felhívás, vagy úgy szólt a Nobel-díj, hogy mondjam, alapszabályzata, hogy az adott évben legjelentősebb tudományos eredményekért, az emberiséget az adott évben elért legjelentősebb, tudom, leginkább előre vívő tudományos eredményeként kért adják ezt a díjat, amiből aztán következett néhány furcsaság, tehát hogyha visszanézitek, hogy a korai években, ugye 1896 óta adják a Nobel-díjakat, tehát a 20. század elején ugye még előfordultak ilyen dolgok, hogy például a rák gyógyításáért, a rák univerzális gyógymódjáért megkapta valaki az Orvosi Nobel-díjat. Ugye természetesen a tudomány az nem úgy működik, hogy azonnal kiderül, hogy valami, ami nagy felfedezésnek tűnik, az tényleg az-e vagy sem, és ezért aztán egyre inkább már eltávolod, hogy ne kövessenek el újra ekkora baklövéseket, mint amik néha ilyen módon becsusszantak tudomány jellegéből fakadóan, ezért aztán Ugye az van, hogy azóta már ezt ez nem veszik ilyen szorosan, ezt a szabályt, sőt, mi több, inkább igyekeznek némi időbeli távolságot is tartani a felfedezésektől, ezért aztán nagyon gyakran előfordul, hogy évtizedekkel később kapja meg valaki valamilyen felfedezésért a Nobel-díjat. Ezért aztán ilyen értelemben egyébként, hogy a Karikó Katalin, aki egyébként teljesen megérdemelten kapta volna nyilván a Nobel-díjat, és remélhetőleg egy-két év múlva meg is kapja, de, de az nem lett volna annyira életszerű, hogy ő most kapja meg. Őszintén szólva én nem fogadtam volna arra, hogy ő kapja meg, hiába írták meg annyi helyen, és tudom, hogy Ádám sem. Szóval, szóval, szóval igen. Ennek ellenére persze a média nagyon rákészült, és nagyon sok cikk mehetett a sűjjesztőbe. Többi ismerősömmel is beszéltem, akik ilyen-olyan lapokban, tudományrovatokban írtak cikkeket, hogy, hogy óriási nagy karikó Nobel-díja cikk anyaggal készültek a hétvégi lapszámba, és hát az ugye lényegében mehetett a sűjjesztőbe, de remélhetőleg csak pár évig megy a sűjjesztőbe, e, és aztán majd egyszer megkapja ő is. Egy nagyon érdekes másik szabály, ugye, ugye ez ugye 10 millió svéd koronával jár a tudományos díj, díjak legalábbis, és viszont ugye az van, hogy, hogy ezt nem lehet akárhány részre szétosztani, tehát egyszerre maximum három ember kaphatja meg az egyik adott díjat, és nem lehet kisebb részekre szétosztani, mint egy negyed. Például most a fizikában az volt, hogy egy ember megkapta a felét, és a másik kettő egy negyed, egy negyed arányban osztozott a díjon, majd erről biztos beszélünk. Aztán még az is érdekes, hogy mi alapján lettek kiválasztva azok a tudomány területek, amiken, a, 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 amikből osztanak díjat. Ugye hát itt egy nagy ö, Ugye, hát erről vannak ugye mindenféle városi legendák, hogy például miért nincs matematikai Nobel-díj. Nem tudom, ti mit hallottatok erről, többféle verzióban létezik a sztori. Ö, valószínűleg egyik se igaz, de de ti, ti melyiket hallottátok? Claudia, te hallottál valamit arról, hogy mate matekból miért nem adnak Nobel-díjat? Itt it it valami nem valami szerelmi ügy volt a háttérben, hogy a a, a, a felesége megcsalta őt egy matematikussal? Én valami ilyesmit hallottam. <laughs> ez, ez az egyik, amit én is hallottam, igen. De egyáltalán nem tudom, hogy ennek van-e bármiféle valóság alapja. Tehát, Fogalmam ugye, nincs. Ugye? Ezt, ezt nem tudjuk. Ennek nem nem jártunk eléggé utána hát ha csak nem Ádám, Ádám tudja ezt a dolgot, lehet. De az az igazság, hogy én nem tudom. Viszont... viszont a, ha lennének matematikai nobel díjasok akkor minden bizonyal még több magyar nobel díjas lenne, mert akkor például, ugye több olyan díj is van, amit úgy hívnak, hogy matema a matematika nobel díja, ezek egyike az ábel díj, uh, ami, amit még ritkában adnak, mint a nobel díj egyébként, azt hiszem, és de meg ott van a Wolf medál, meg ilyenek, több, több dolog is van, amit úgy hívnak, hogy a matematikai nobel díj, ezek, ezeket szokták megkapni magyar matematikusok, például Lovász László, ugye, hogy más nem mondjunk, az MTA előző elnöke, de hát azért ugye a lakosság arányosan azért mi is elég jól állunk így Magyarország szinten Nobel-díjasból. Azért azt nem mondhatjuk, hogy nem. Bocsánat, én azért közben annyi, annyit hozzátennék, hogy valószínűleg csak azért nincsen matematikai Nobel-díj, mert egyszerűen a Nobelt nem érdekelte a matematika, és nem érdeklődött a matematika felé. Igen. De egyébként ráadásul Nobel egyébként úgy tűnik, vagy nem tudjuk biztosan, ugye, de a közgazdaság iránt sem feltétlenül érdeklődött, ugyanis ugye a közgazdasági Nobel-díj, amitnek az a hivatalos neve, hogy a Nobel emlékdíj közgazdaságtudományból, tehát Nobel Memorial Prize, tehát ez nem a Nobel Prize, ugye egyszerre kezelik az egészet, de E, azt nem Nobel alapította, mert Nobel, nobel ugye már meghalt e, 1896-ban, és 1901-ben alapították a, vagyis bocsánat, bocsánat, hülyeséget beszélek, e, 1969-ben alapították a közgazdasági nobel díjat tehát sokkal-sokkal később ugye, tehát ez egy ilyen külön dolog, ennyi erővel egyébként be lehetett volna vezetni a matekot is, tehát akkor lehet, hogy kifejezetten szerepelt a matek tiltása valami végrendeletben. <laughs> És egyébként ugye a, a közgazdasági Nobel-díjat ennek megfelelően egyébként, ha jól tudom, nem is a, ugyanannyit ér, meg ugyanolyan a presztízse, meg ugyanannyi svéd korona jár érte, de azt egyébként nem a Nobel-örökségből adják, hanem a svéd nemzeti bank járul hozzá tulajdonképpen ezzel a Dologhoz, és egyébként az idei díjazottak marha érdekesek, úgyhogy majd, majd erről biztos beszélünk, de egyébként tényleg, amit, Ádám emlegetett, az is óriási, hogy, hogy van ez az André Geim nevű orosz, orosz származású fizikus, aki, aki, valóban megkapta a Nobel-díjat is, és az Ig Nobel-díjat is, és Claudia te meg az Ig Nobel-díjakról hoztál mindenféle infót, úgyhogy már nagyon várom, hogy azon is végig menjünk. De most akkor kezdjük a nobel -lel. Igen, de álljunk meg egy pillanatra, mert ugye... Szóval 10 millió svéd korona az 362 millió forint, egy már egy Igen. ötös lottónak is tulajdonképpen ja. nagyon, nagyon, jó. Egyébként a nobel díj most nyilván húzok egy nagyon pár párhuzamot, de az oscar díjra szokták azt mondani, hogy egy kicsit elfáradt már az utóbbi években, vagy évtizedekben, és hogy egy nagyon ilyen belterjes, és nagyon... Tehát attól még, mert egy film oscar díjas nem feltétlenül a legjobb, és tulajdonképpen a közönség filme nyilván az, azok hozzák a, a nagyobb bevételt a, a forgalmazók, a gyártók és a mozik számára is. És ezt rávetítve egy kicsit, és hangsúlyozom egy ilyen nagyon nagy nyakatekert párhuzammal, a Nobel-díjnál nem áll fönn ez a, ez a dolog, hogy esetleg már a, a komolysága, vagy esetleg most már azért kutatni is sokkal egyszerűbb, sok-sok kutatás van, kisebbek, nagyobbak is, ma már sokkal több a lehetőség, nem koptatta ez egy kicsit meg a Nobel-díj értékét? És ha nem, akkor miért nem? Én azt hiszem, hogy vannak dolgok, amik meg, meg koptatják a Nobel-díj értékét, vagy legalábbis ellenmondásossá teszik, de ez nem a belterjesség, vagyis hát bizonyos értelemben az is, csak más, másképp értelmezve. Az oscar is egyébként volt egyik évben egy olyan felhördülés, hogy túl fehér az Oscar, ha emlékeztek. Na most ugye ez azt jelentette, hogy volt olyan név, amikor valamiért mindenki ilyen fehér, angol száz, protestáns, mit tudom én most túlzok, nyilván hülyéskedek, amerikaiak vitték el az összes jelentősebb díjat. Ami ugye egy, a film műfaja az egyébként teljesen más, mert ott nagyon fontos az ilyen társadalmi üzenetek küldése, de, de egy hasonló probléma a Nobel-díjnál, az a szégyenletes számarány, amit sajnos az idei Nobel-díjak egyáltalán nem javítottak rajta, a tavalyiak inkább, hogy a női díjazottak, főleg a természettudományos kategóriában, tehát a béke, meg, a, meg a, a, az irodalmi Nobel-díjakat, hogyha nem tekintjük, akkor katasztrofális a helyzet, különösen katasztrofális a helyzet a fizikai tudományok terén, tehát a fizikai nobel díj az a legsárosabb az egész történetben, annak ellenére, hogy jól indult, mert az első díjazottak között ott találjuk Marie Curie-t, aki az egyetlen olyan ember, akkor már említsük meg őt is, aki két, kétszer is megkapta a Nobel-díjat, két külön alkalommal. Tehát az, 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 az igen. Na most viszont hát az, az ugye a 900-es évek elején volt a századfordulón, hát azóta meg összesen, talán három vagy négy nő kapta meg összesen, és közben 200 férfi. Tehát, hogy valamilyen rettenetes arány, és, és nyilván persze a Nobel-díj, az persze nyilvánvaló, hogy leképezi valahol azt, a, azt az arányt, ami a tudományban van, mert az tényleg egy ilyen hím, hím dominálta valami volt, ugye főleg a század első felében, és mint mondtam, évtizedekkel később jönnek ki a díjak. Tehát valamennyire azért érthető sajnos, hogy, hogy itt nem az van, hogy a nobel díj Bizottság feltétlenül szelektíven válogat, hanem elsősorban a tudomány működésében szerepel ez a borzasztó nagy gender bias, és még inkább szerepelt 20-30-40 évvel ezelőtt, amikre ugye most kapják meg a díjakat esetenként. De még ennek ellenére is Számtalan, vagyis nem számtalan, de számos, tehát minimum 10-20 esetet tudnék mondani, ahol nagyon megérdemelten kaptak volna nők Nobel-díjat, és abban viszont azt gondolom, hogy, hogy sá, és most ezt nem karikó miatt mondom, mert ott szerintem abszolút indokolt az, hogy még várjanak néhány évet, de a de fizikából is nagyon sok olyan eset van tényleg, ahol nyugodtan lehetett volna nőket díjazni, mert minden mérce szerint abszolút megérdemelték volna, és ez például egy fontos üzenet lett volna, tehát egy kicsit szerintem ez, ez is egy szempont, és ennyiből hasonlít az Oszkárra, és ennyiből tényleg belterjes a dolog. Hát mindig bízunk abban, hogy ez nagyon javult. Tavaly, amikor két nő megkapta a kémiai Nobel-díjat, akkor tökre örültünk, tök jó, két nő megosztva kapta a Nobel-díjat, férfi nem is kapott a kémiából, ugye az tök, tök menő volt, nagyon megérdemelten kapták, de hát Ugye most idén például tényleg minden, minden díjazott, nem számítva a béke Nobel díjat férfi volt, ami Nyug viszont nem túl szép. Nyugodtan vegyél egy kis levegőt Miklós közben. Uh, én nekem pont az jutott eszembe, hogy talán ez valahol pozitívum is, mert hogy ebben a figyelünk arra, és most nem a nők ellen szeretnék beszélni a tudományokban, mielőtt feminista hadak megtámadnának engem, de, de talán jobb is, hogy nem reagált vagy nem reagálnak arra, mármint az Akadémia és a Királyi Akadémia, nem a Filmakadémia, hogy hogy most, most így pisziskedni kell, és, és, azt kell mondani, hogy jó, hát eddig elnyomtuk a nőket, meg, meg a tudományban nem nagyon hagytunk nekik mozgásteret, vagy elismerést, akkor most, most, akkor most ilyen világot élünk, akkor jöjjenek a nők. Mert hogy tulajdonképpen ez is lehetne, és ehelyett ugyanúgy van, hogy kitartanak amellett, hogy hát tulajdonképpen ke sajnos kevés a nő a tudományban. Én kívülről nekem úgy tűnik, hogy tényleg, amit Miklós, te is említettél a fizikai területeken, például a fizikán So, nagy, sokkal kevésebb nő kutat ilyen területen, persze nem tudhatom. No, viszont ha kapsz egy Nobel-díjat, akkor amellett, hogy hát embertelen mennyiségű pénzt kapsz, főleg ha egyedül nyered, de még a hármasban akkor is, utána, utána mi történik? Kinyílnak a kapuk, vagy, vagy nyilván, ha most Miklós te Nobel-díjat kapnál, akkor nőne a hallgatottságunk, talán tárgyalnom is kéne különböző cégekkel és tévécsatornákkal, hogy ne hapoljanak el, vagy rádiótársaságokkal, hogy ne, rab, ne raboljanak el tőlünk, de, de mégis milyen hatással van ez, a gyakorlati kutatásra, a, arra, hogy a, a, a lehetőségekre. Hát nézd, általában akik megkapják, azok már nem szorulnak rá, tehát azok olyan emberek, akik már nagyon ott vannak az élvonalban, és, és általában nem kicsi tudományos ö, vizé, pályázati pénzekből gazdálkodva kutatnak. Persze vannak kivételek, ugye, emlékeztek például természetesen a, a csodálatos elmére, ugye a közgazdasági Nobel-díjat úgy kapta meg az egyébként matematikus, tehát egy példa arra, hogy matematikusok is kaphatnak Nobel-díjat, hogy igazából már évtizedek óta nem volt semmi értékelhető dolga, és gyakorlatilag nem is kutatott, ugye ismert okok miatt, ott ugye rajta a skizofrénia lett úrá, és akkor őt úgy kellett előrángatni, hogy jaj, mi lett vele, és akkor izé adtak neki egy Nobel-díjat teljesen megérdemelten, a játékelmélet nagy elméjének, John Nashnek. Na, de általában azért nem ez van. Viszont a másik hátulütő, hogy, hogy most megnézitek fizikából a három díjazott közül 2931 ben született, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy most már William Shatner ugyanilyen, ugyancsak pont 90 évesen fölment az űrbe, tehát már nem kifogás 90 évesnek lenni, de azért egy tudományos karriernek azért Ilyen értelemben az a 10 millió svéd korona, vagy 5 millió, vagy a kihanyad részét kapja, az ilyen értelemben későn jön, tehát nem az a jellemző, hogy az emberek azt a kutatásokba fektetik be, ezt inkább magáncélokra, vagy alapítványokat csinálnak belőle, vagy ilyesmit művelnek. Persze vannak olyan sztorik is, amikor valaki mondjuk éppen anyagilag nehezebb helyzetbe kerül, ugye emlékezetes az a sztori, amikor a a, a Watson, aki a, a DNS-sért kapott Nobel-díjat, annak idején ugye ő például el, el, elárverezte az ő, ő Nobel érmét például, mert éppen anyagilag megszorult, de több ilyen eset is volt, szóval hát vannak ilyenek. Én azt hiszem összességében, hogy nem, nem az van, hogy, hogy, hogy majd a onnantól kezdve ők, ő, ők olyankor már inkább a tudományon kívüli világban lesznek ismertek. Tehát igen, majd meghívják őket tévéműsorokba gyakrabban, mint eddig, legtöbbjük ezt persze a hátuk közepére kívánja. Kik kapták a Nobel-díjat idén? Hát sokan, de most akkor menjünk, akkor a tőlem legtávolabb álló terület felől szerintem haladjunk, ami, ami teljes mértékben egyértelműen a közgazdaságtan. Viszont nagyon tetszenek mégis az idei közgazdasági Nobel-díjak, meg egyébként John Nest is említettük, ugye? Ő is közgázból kapta a Nobel-díjat. Hát nézzük csak, hogy akkor ez hogy nézett ki. Akkor először is hangozzon el a díjazottaknak a Neve. Tehát a közgazdasági Nobel-díj idei díjazottjai három, három amerikai volt. Egyébként ez nem jellemző, egyébként a belte, belterjességet emlegetted, és. és Egyébként az eloszlásban van némi belterjesség, olyan értelemben, hogy persze van néhány ország, ami magasan dominálja az egészet. Hát az amerikaiak azok gyakran kapnak közgazdasági Nobel-díjat. Itt az idei díjazottak kaliforniai kutatók, három kaliforniai intézmény kutatói, David Card, Joshua Angrist és Guido Imbens, vagy Imbens, nem tudom pontosan elnézést kérek, hogy hogy ejtik ki a nevét. Viszont ami, amit ők műveltek, az, az mindenképpen egy, 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 marha érdekes dolog, és, és fizikusként meg is közel áll a szívemhez. Ugye közgazdaságtanban egy ilyen alapvető kérdés, hogy, hogy például, hogyha növeled a minimál bért, minimum, hogy mondják ezt? Minimálbér, Magyarul ugye úgy mondjak, hogy, hogy Ha minimál, bér. minimál bért azt növeled, akkor arra vagy csökkented, arra hogy fog reagálni a piacgazdaság? Ugye vannak olyanok, akik azt mondják, azt gondolnák, hogy, hogyha a minimál bért megemeljük, akkor ugye a cégeknek többet kell költeni, és emiatt ugye lejjebb megy a gazdaság, drágább lesz a munkaerő és egyébként euh, még az is lehet, hogy emiatt ugye csökken a foglalkoztatottság. Ugye ez valahol egy logikus gondolat. Mások azt mondják, hogy hogyha növeled a minimál bért, akkor az történik, hogy az embereknek több pénzük lesz, amit elkölthetnek, és vásárolhatnak, és ezzel pörgetik a gazdaságot, és fellendülés történik. Hát az ezzel kapcsolatos vita, az körülbelül egy idős a közgazdaságtannal magával, tehát ez nyilván egy olyan dolog, hogy azért baromi nehéz megoldani, mert a közgazdaságtanban legalábbis eddig így gondoltuk, nem nagyon lehet kontrollált kísérleteket végezni, hiszen ezek nagyon bonyolult rendszerek, mindig minden változik, néha gazdasági recesszió van, néha fellendülés van, és nehéz szétválasztani, hogy a sok egyszerre jelentkező hatásból mi miért történik. És akkor ők viszont kitaláltak egy marha érdekes módszert, hiszen elő, előfordult a 90-es években, hogy New Jersey államban, Amerikában megemelték, de jelentős mértékben, mintegy 20%-kal a minimál bért. Tehát annál kisebbet nem kaptak, aztán óránkénti 4 dollárról, óránkénti 5 dollárra felemelt, felemelték a minimálbért, és ők elhatározták, hogy a foglalkoztatottsági adatokat valami néhány száz kiválasztott gyors éttermet tekintettek New Jersey-ben, és a vele közvetlenül határos, és egyébként gazdaságilag, meg, meg kulturálisan, meg közlekedésileg teljesen összenőtt, Pennsylvania állammal, tehát ez két egymás mellett levő áll, állam, teljes mértékben hasonló gazdasági ö, helyzet, de ott az volt lényegében az egyetlen különbség, hogy Pennsylvániában viszont nem emelték meg a minimálbért, és találjátok ki, mi történt? Hát az történt, hogy, hogy New Jersey-ben, ahol megemelték a minimálbért, ott egyébként több, tehát nagyobb lett a foglalkoztatottság, és nagyobb lett a társadalom vásárló ereje, mint Pennsylvániában, ahol nem történt semmi, annak dacára, hogy egyébként ezekben az években recesszió volt. Ami egyébként fantasztikus, mert ez az, ami a közgazdaságtanból nagyon hiányzik, hogy ilyen kísérleteket, ilyen kontrollcsoport tudod meg, kezelési csoport, tehát hogy ilyeneket egymás mellé tenni, ilyeneket tipikusan nem lehet csinálni közgazdaságtanból, ők megcsinálták, és ez onnantól kezdve egy modellkutatásnak minősült, és azóta számtalan hasonló kutatás követte, és ilyen értelemben valamiképpen valamiféle kísérleti közgazdaságtan tudott megjelenni, ami egy óriási áttörés volt, és nagyon sok ehhez hasonló meg Meglepő eredményt hozott. Szóval ez volt a közgazdasági Nobel-díj, megérdemelten kapta bizonyára ez a három amerikai fickó, akikre egyébként nagyon haragudtak annak idején, mert amikor publikálták az adataikat, akkor kígyót békát mondtak rájuk, hogy micsoda marhaság ez a publikáció. Még egy korábbi amerikai Nobel-díjas közgazdász is szitta őket. És persze egyáltalán nem örültek a, a kezdetben legalábbis a New Jersey a foglalkoztatók, amikor megemelték ott a minimálbért, mert azt hitték, hogy ez borzasztó lesz. De, de úgy tűnik, hogy a kísérlet sikerült. Mondom, csak nem ők emeltették föl a New Jersey minimálbért, tehát ö, ilyen értelemben ők csak felmészre vették, hogy itt most van egy lehetőség egy ilyen természetes kísérletet elvégezni. Na szóval ez volt a közgáz. Aztán jön a kémia, a kémia az tőlem azért elég távol áll olyan értelemben, hogy, hogy nem tudok most erről ilyen színesen és szagosan beszélni erről a konkrét díjról, és ez nem azért van, mert nagyon vártuk Karikó Katalin díját, hiszen ahogy mondtad, ő kémiából is megkaphatta volna, vagy orvostudományból is megkaphatta volna, de egyikből se kapta meg, hát majd később. Viszont, ami akik idén megkapták, Ugye akkor a rendkedvért, ugye hangozzon el az ő nevük is, ugye megpróbálom mindenképpen, ugye helyesen kiejteni ezúttal is. Természetesen nem vállalok teljes felelősséget. Egy német az egyikük, Benjamin List, és az amerikai viszont, persze itt is van egy angol-amerikai, kifejezetten brit fejű úriember, de Amerikában él jelenleg, az a David McMillan. Akik, akik pedig ilyen organokatalizátorokért kapták a díjat. Ugye a katalizátorok emlékeztek, kémiából tanultuk talán, hogy a katalizátorok olyan, olyan anyagok, amik egy kémiai reakcióban úgy vesznek részt, hogy elősegítik a reakciót, katalizálják a reakciót, de utána aztán visszakapod őket az eredeti formájukba, tehát nem épülnek be a molekulákba, úgymond, hanem segítenek más molekulákat összerakni. Ugye felbecsülhetetlen ezeknek a katalizátoroknak az Alkalmazási területe, és ezek az emberek olyasmit fedeztek fel, hogy mindenféle szerves molekulák milyen remek katalizátorok, amik persze az a, a, ilyen gyógyszerészetben rendkívül rend, hasznosak, hogy mindenféle új katalizátort feltaláltak, úgyhogy hurrá, hurrá, éljenek a katalizátorok! Na itt van a biológia, ugye a biológiába is nagyon vártuk Karikó Katalint, természetesen, de nem ő kapta meg, hanem, vagy, vagy hogy, hogy, pontosabban úgy mondják ezt, hogy fiziológia és orvostudomány, ugye nem, nem, nem szabad igazából biológiai nobel díjnak hívni, tehát orvostudományi nobel díj. Na most itt, aki megkapta, ez hát megint csak amerikaiak, bár az egyiknek olyan örményes neve van, akit úgy hívnak, hogy Arden Patapótian és David Julius, Na most ezt a Parta putiant, ezt próbálták, ugye hajnali, ugye mindig az van, hogy reggel megpróbálják fölhívni a Nobel bizottság tagjai a díjazottakat mármint Svédországban, vagyis európai idő szerint reggel 10-11 körül, de hát Amerikában ugye ezek főleg a keleti időzóna, vagy nyugati időzonában, mondjuk a Kaliforniában lakik valaki, hát akkor az azért hajnali kettő. Ugye a reggel 11, az nekünk reggel 11, a San Franciscóban hajnali kettő. Hát ezért aztán próbálták elérni ezt a, a pataputiant is, de neki egyébként úgy volt beállítva a telefonja, hogy senkinek a hívását ne fogadja, kivéve akik egy listán vannak, úgyhogy a Do Not Disturb üzemmód volt bekapcsolva, vagyis a Svéd Királyi Akadémia nem tudta őt elérni, aztán valahonnan levadázták a 92 éves édesapjának a telefonszámát, őt hívták föl hajnali kettőkor, és ő viszont úgy látszik nem volt rajta a tiltó listán, tehát <laughs> ő végül rajta keresztül sikerült elérni a díjazottat, úgyhogy az édesapjától tudta meg, hogy megkapta a Nobel-díjat, na de miért? Hát ők a, a, a tapintás receptoraiért kapták meg, hogyha megfogunk valamit, érzünk nyomást meghűt, de hát ez hogy működik, ugye? Mi, mik azok a receptorok, amik az idegrendszerünknek mondják, hogy, hogy, most valami meleget vagy hideget fogtunk meg például. Na, hát kiderül, hogy ezek olyasmik, mint a piezoelektromos kristályok, ugye, ami például a tapipadon vannak a számítógépen, tehát megnyomsz valamit, áramot csinál. Na, de hogy csinálja ezt a szervezet? Hát az, az ezekhez szükséges molekulákat, meg egyebeket tárták föl ezek ketten. De igazából akkor jó, hogy nem úgy működik ez, mint az ilyen reggeli betelefonálós műsorok, hogy, hogy a naphallgatója vagy visszahívnak, és ha nem a szlogent mondod, akkor hát sajnos vesztettél. És nem is úgy működik egyébként, mint a Tilos Rádióban, mert ott nagyon sokszor van, hogy valaki azzal szivatják a műsort, hogy azt mondják, hogy hogy visszahívást kérnek erre a számra, és akkor az az élőadásnak a telefonszáma, és akkor néha ilyen random cégektől hívnak ilyen diszpécserek élőadásban, hogy, hogy nagy árpádot keressük. Érted, hogy nagy Árpi, és akkor tehát hogy mindegy, úgy látszik, ezt nem lehet kinőni, és akkor élőadásban megcsörren a telefon, és akkor jó napot kívánok, XY vagyok az energiaszolgáltató ZRT nagy árpádot keressük. Mondom, ez a tilos rádió élőadása, hát az ötször nem fordult elő, akkor egyszer se. Szóval igen, az élőadás gyönyörei. Amúgy eszembe jutott, hogy mekkora szemétség lenne, hogyha valaki ki akar cseszni valami idősebb természettudós barátjával, hogy a megfelelő napon reggel föl kell hívni, mint angolul beszélve, hogy a Svéd Tudományos Akadémiától keressük, és örömmel értesítjük, hogy megkapta a Nobel-díjat olyantól, aki esetleg még várja is, hogy mekkora kicseszés lenne. Biztos valakinek már megfordult a fejében. De mindegy, nekem nincsenek ilyen ellenségeim, akiknek ezt kívánnám. Szóval fizika, igaz? Hogy tekerjünk, tekerjünk, tekerjünk. A békét meg az irodalmat így is kifogom hagyni, hiszen ez a Parallaxis Podcast, de még azért a fizikáról ejtsünk néhány szót, ugyanis ez áll itt a szívemhez legközelebb, nem csak azért, mert fizikus vagyok, hanem mert kitüdő emberek kapták a nobel díjat nagyon érdekes témáért. A 10 millió koronából 5 milliót kettő klímakutató kapott meg, egy japán klímakutató és egy német klímakutató. A japánt úgy hívják, hogy Shukuro Manabe, vagyis hát igazából a japánok is úgy mondják sorban, mint mi, hogy vezeték nevet előre, szóval Manabe Shukuro és viszont a német pedig Klaus Hasselmann, mind a ketten ben születtek, hogy ezt már mondtam, vagyis 90 évesek. Hát ők lényegében két dolgot mutattak be annak idején. A Manabe volt az az ember, aki először demonstrálta azt egy, egy ilyen, hát egy nagyon leegyszerűsített számítógépes modellben, de ennek ellenére nagyon helyesen, hogyha a föld felmelegedését a nap tevékenység okozná, ahogy ezt annak idején gondolták, akkor azt kéne tapasztalni, hogy a Föld légköre minden magasságban melegszik. Nem egyenlő mértékben, nyilván, de hogy a stratoszférában jó magasan is melegebb kéne, hogy legyen, meg hát lent is. Ehhez képest, ami az ő modelljéből kijött, és ami aztán kiderült, hogy a valósággal egyezik, az az, hogy ha jó sok széndiokszid van a levegőben, akkor az olyan hatást idéz elő, hogy még a vártnál is jobban melegszik a légkör alja, tehát ahol élünk, és viszont. Hűl a stratoszféra, vagyis a magas légkör, és ilyen módon az ő módszerével lényegében, vagy az ő ö, eredménye alapján különbséget lehet tenni, hogy mi az a felmelegedési hozzájárulás, amit az üvegházgázok csinálnak, és mi az, ami önmagában a napsugárzás változékonyságából ered, hiszen persze tudjuk, hogy a napsugárzás is folyamatosan változik, a nap is néha aktívabb, néha kevésbé aktív, szóval ezért aztán nehéz a dolgokat szétválasztani, hát ő erre adott egy nagyon jó módszert. És azóta sok mérés támasztja alá, hogy tényleg hűl a stratoszféra. Aztán itt a Hasselmann, meg a, a, német, a hamburgi bácsi, Klaus Hasselmann, pedig ahhoz járult hozzá elsősorban, hogy hogy szétválasszuk, hogy mi az emberi eredetű felmelegedés, és mit művelne ember nélkül a klímarendszer. Ez számítógépes modellezéssel sikerült valamelyest szétválasztani, és az egyik legfőbb bizonyítékot szolgáltatta arra, hogy hát bizonyít sárosak vagyunk némileg a, a, a dologban és a, díj, a, harmadik díj az ott, aki a díj felét kapta meg, tehát ilyen értelemben ő a leghangsúlyosabb, az Giorgio Parisi, aki pedig hát statisztikus fizikus volt, aki a rend rendezetlen átmenetek és a bonyolult komplex rendszerek vizsgálatával foglalkozott, és ő fiatalabb, mint a másik kettő, 1948-ban született, tehát ő ezt még akár tényleg kutatási pénzként is használhatja, Ám, na most a nagy monológomat befejeztem, azt hiszem eldaráltam az összes természettudományos és közgázos díjazottat, Úgyhogy én most huszanok egyet, de mondjatok erről valami érdekeset. Tehát mit gondoltok ezekről a Ies ilyesmit vártatok? Persze tudom, karikókat Katalin mindenki várta, de, de, mi volt számotokra ebből a legérdekesebb? Melyik díj az, ami a legérdekesebbnek hangzik? Beírok neked egy ötös Miklós, ezért a feleletért mindenképp. <laughs> Készültem. Claudia. Te mit szólsz egyébként, hogy ilyen kevés a nők reprezentációja a, amúgy a tudomány területén is? Na most én köszönöm kérdésedet, amikor felvetetted a te véleményedet, én azzal amúgy mélységesen egyetértettem, tudni kell, hogy én a saját fajtám iránt nagyon kritikus vagyok. Saját fajtám öh... iránt. <gül> <gül> Antifeminista fél órán következik. Nem, annyira azért nem, de, de viszont Ádámmal egyetértek abban, hogy, egy nő, vagy egyáltalán bárki ne kapjon azért díjat, vagy bármilyen elismerést, mert ez most PC. Azért kapjon díjat, mert letett valamit az asztalra. Kész, pont. Nyilván az, hogy a tudományban kevés a nő, és, és hogy a tudomány egyáltalán a nőket még mindig lenézi, az, az egy létező jelenség, vagy hogy a tudomány a természettudományok, most elsősorban a természettudományokról beszélek természetesen, nem is érdeklik feltétlenül a lányokat. Ez ott kezdődik, hogy megint az oktatást szidom, ugye én, mint tanár, tehát Szerintem ez nem csak Magyarországon van így, hanem külföldön is. Sőt, hogyha a saját berkeimben nézek szét, ugye van nekünk a Vakonyi Csillagászati Egyesületünk, hát azok közül, akik akik előadók, tehát tényleg előadásokat csinálnak, projektekben úgy vesznek részt, hogy érdemileg hozzá is tesznek, tehát én vagyok az egyszem lány. Jó, hát mély, te, mély társadalmi problémák vannak ez ügyben, ez biztos. Na most akkor én viszont beszélnék akkor az Ig Nobel díjasokról. Biológiai díjat kapott egy svéd kutató, Susan Schötz, a különböző macska hangok, tehát Ádám, neked van macskád, ugye a különböző macska hangoknak a, a, a vizsgálatáért, amiről amúgy hát több éven keresztül zajlott ez a vizsgálat, és több tanulmányt is eredményezett, és gyakorlatilag úgy csinálta ezt a vizsgálatot, mint ahogy az emberi nyelvet, emberi beszédnek a felméréséhez használt módszereket használta föl, a macskák különböző hangjainak a megállapításához, hát ugye itt a, a nyávogástól, a doromboláson keresztül, a morgás, fújás ebbe benne volt minden. Ez például egy nagyon hasznos kutatás lehetett, mert akinek van macskája, az tudja, hogy ez egy pokol, pokol, ha nem érted, hogy mit akar a macskád. Igen. Aztán ökológiai díjat kapott egy Lát, hát nyom. állítólag hiánypótló kutatás, amelyet iráni és spanyol szakemberek végeztek. Nem olvasom fel a neveket, mert úgyis belebotlik a nyelvem. Az a lényeg, hogy ők az utcára kiköpött és járdákra ráragadt rágógumik baktérium népességét mérték fel. Csodálatos. És ráadásul különböző országokban. Most előttem van a tanulmány. Van itt spanyol köpet, görög köpet, de Iránik isztambuli köpet. török köpet, igen, szingapúri köpet is van, és francia köpet. Igen. Tehát öt országot értékeltek ki és hasonlították össze a baktériumtenyészeteket, és egyébként a Scientific Reports-ban jelent meg a cikk. A Nature lapcsalád egyik zászlós hajójában. Na, a következő, a kémiai, az is egy ilyen nemzetközi kutatócsoport kapta meg a kémiai díjat. Itt a mozik légterében mérhető emberi illóanyagokat, tehát magyarán az izzadságot, annak a... a az általa kibocsájtott szaganyagokat mérték föl, és ez alapján állapították meg, hogy az a film az milyen korhatár meghatározásban ö, részesülhetne. Tehát itt, itt, nem azt nézték, hogy na van egy 18 karikás Szenzációs. film, és akkor hogy izzadnak rá az emberek. Ez most jó félreérthető volt, de mindegy hanem azt nézték meg, hogy most így izzadtak az emberek, akkor ez a film milyen korhatárbesorolású lehet. Hát persze nyilván ezt tudjuk, hogy milyen lehet, tehát ez a haszontalansága miatt kapta meg a, az Ignóbel díjat. Közgazdasági kategóriában, ha már Miklós, ugye te is említetted, keresem, francia kutató nyert el a közgazdasági Ignóbel díjat, aki szerint minél elhízottabbak egy országnak a vezetői, annál nagyobb az országban a korrupció. Láttátok a tanulmányt? Nem, én én annyit Szenzációs. szeretnék hozzá mondani, hogy ugye van a, a Norvégiának az a nagyon kövér egészségügyi miniszterasszonya, biztos láttátok már így a képét, és norvég. Nekem is rögtön ő jutott Igen, és meg, direkt megnéztem, és ugye előgy egy egészségügyi miniszter, hogy olyan kövér, és a Norvégiában, a 2020-ban a korrupció az tízes skálából nyolcas volt. Nem már. De. Norvégoknál ilyen magas. Igen, én is meglepő. Én is meglepődtem. Amúgy, amúgy a tanulmány a poszt országokra korlátozódott. Na, a következő az az orvosi Nobel-díj, akik bebizonyították, hogy a szex igen hatékony ordugulás ellen, vagyis az orgazmus mind a nők, mind a férfiak esetében javítja az orlégzést és oldja fel az ordugulást. Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy tudjuk, hogy Falja ugye... Fejem. a fejem. Nem, nem, hanem aki náthás és folyik az orra, akkor az van alul. Érted? Orgazmus. Ó, ja, igen. Nem is tudom, hogy ebben egész adásban miért csináltunk egy, egyet, miért a Nobel-díjasokról, érted? Pénzt is kapnak, elismerést is kapnak, de hát halálunalmasak. Most Liggyan. meg, hát így van. Katalizátorok, meg. Amikor erről is lehet, orgazmusról is lehet beszélni. Na jó. A műsor második felet 18-as kategóriába esik, azt már most látom. No? Igen, azt már a szaga alapján megmondom. No. Oké, okay, menjünk tovább. Béke díjat kapott, tehát az, itt, itt, ezt muszáj megemlítenem, mert ez nagyon jó. Ugyanis a szakállat vizsgálták, és énnek, hát a férjem is szakállas, tehát én szeretem a szakállas férfiakat. Szóval a szakállat vizsgálták olyan hatással, hogy vajon a szakállas tompítja-e az ütéseknek az erejét, <kül> és hát ugye oroszlánok, a sörényét vették alapul, mert hogy az oroszlán sörény is ugye erre van, és bőrrel is gyapjúval kísérleteztettek, hát, tehát a, a bőr volt úgymond a, a kontrollcsoport, és különböző ütéseket mértek, illetve súlyokat ejtettek le a csupasz, illetve a gyapjas felületre, és arra jutottak, hogy a gyapjú 30%-kal több energiát nyel el, mi, mint maga a bőr, tehát a, az arcbőr, tehát mire jutottak a vastagabb arcszőrzet, valóban nyújthat némi védelmet a tompábütésekkel szemben, óvja az állkapcsot és a bőr sérülésének esélyét is csökkenti. Amúgy szerintem ez egy tök jó dolog, de pont béke Ig Nobel díjat kapott. Na és akkor jön a fizikai Ignóbel díj. Itt is egy hát, több nemzetiségű kutatócsoport volt, itt, igazából itt a fizikán belül, vagy hát ezen a témán belül két díjat is, vagy két kategóriában is kiosztották, ugye fizika és kinetika, ugyanazt a témát vizsgálták meg két különböző szempontból. Az első csapat azt vizsgálta, hogy a járdákon a járókelők miért nem ütköznek folyton egymásba, míg a kinetikai csapat azt vizsgálta, hogy miért ütköznek egymásba ugye nem nézünk egymás szemébe, tehát az, hogy, hogy, állandóan összeütközünk, itt biztos, hogy nagy hatással van az, hogy ugye bejöttek a kütyük az életünkbe, és sokan már az utcán is úgy mászkálnak, hogy ugye ott van a telefon a kezükbe, tehát nyilván, hogy neki fognak menni a másiknak. De hogyha valamikor elzarándokolt a Budapesten a Rákóczi téri vásárcsarnokra, akkor ott azt lehet látni, hogy van egy, egy szárnyas ajtó, tehát egy két szárnyú nagy kapu, és az egyik oldalára az van ráírva, hogy bejárat, a másikra meg az, hogy ki Kiárat, de az ugyanannak a kapunak a két izzeje. Tehát, tehát nem az, hogy két külön kapu, hanem egy kétszárnyas ajtó. De az egyik oldalon elvileg, legalábbis a 19. század végén, amikor ezt így építették, akkor gondolom az egyik irányba kellett befelé, a másik irányba kifelé menni. Tehát két sávos közlekedés, és az emberek ne vágják egymást orba. De ez fura, de mostanában ilyen nálunk nincs, ugye? És és, ha, és a bal oldalt megyek, ha kiáratom megyek be? Hát én mindig azt csinálom, mert fuck the system. De még eddig sose történt semmi velem. Ti, ti amikor már akkor például jobb oldalra álltok? Mozgó lépcsőn? Természetesen. Aha. Én természetesen. mondjuk igen, igen. Pedig én nagyon vidéki vagyok. Nem, én általában a gyors, gyors sávban vagyok, tehát én általában az az állat vagyok, aki megy a bal sávon előre. Föl Hát főleg inkább le, de, de van, hogy föl, igen. Általában van, hogy így késésben vagyok. Itt az van, hogy egy olyan modellt alkottak meg ezek az arcok, amik a, a mérések alapján vett embermozgásoknak a statisztikus... Egy igazából egy egyszerű modellt akartak megalkotni, amíg, amiben a részeskék úgy mozognak, mint ahogy az emberek. Tehát igazából tulajdonképpen az emberek mozgását úgy modellezték, hogy véletlen időpontokban irányt váltanak véletlen irányba. Tehát, hogy valami ilyesmi, de beletettek egy ilyen elkerülő hatást, ami olyan, mint egy ilyen taszító tag, hogy az emberek, mit tudom én, meglátják egymást, vagy hogy büdösek, vagy mit tudom én, micsoda, vagy, vagy hogy ez, az, az ugye ez nem tárgyalja a modell, Ennyire nem. Tehát ez, ez az, szerintem azért röhelyes a tanulmány, vagy baromi vicces, mert igazából ilyen értelemben nem nagyon tanulunk semmit arról, hogy miért nem mennek egymásnak az emberek, csak inkább az, hogy hogyan nem mennek egymásnak, illetve milyen módon lehet egy egyszerű matematikai modellel ezt a viselkedést modellezni. Amivel mondjuk, hogyha az ember, mit tudom én, egy játék programot akar írni, amiben emberek mennek, akkor ez alapján le tudja programozni egyszerűen, hogy hogyan mennek. De valami ilyesmire lehet jó, vagy igazán nem tudom. Engem jobban érdekelne egy olyan kutatás, ami azt kutatja, hogy vajon tényleg van-e olyan, hogy véletlen. Júj. É, igen. igen. Na nézzük az a, a, a rovartani. Szóval, a rovartani. Ig Nobel díjat kapott egy olyan társaság, akik még 1971-ben vizsgálódtak. Tehát itt is igaz, amit már a Nobel díj esetén is mondta kedves Miklós, hogy van, amikor kell ö, több évtized, hogy, hogy leülepedjen és kiosszák ezt a díjat. Szóval ez, ez a társaság 1971-ben azt vizsgálta, hogy miként lehet a tengeralattjárókat csótánymentessé tenni. És miként? Na most ezt a kutatást éppenséggel én nem olvastam, tehát erre így most nem tudok választ adni. Na, és akkor a legjobbat hagytam a végére, itt, és itt tudok is választ adni a kérdésre. Közlekedési Nobel-díjat, itt direkt kiemelem, mert nagyon vicces lesz a vége. Közlekedési díjat kapott szintén egy nemzetközi kutatócsoport, amelyben felmérték, hogy biztonságos-e, egy orszarvút légiúton feljel lefelé szállítani? Nos, a válasz az, hogy igen, biztonságos. A gyakorlati okai érdekelnének, hogy ez egy előforduló dolog, hogy orszarvúkat, orszarvút mondtál, ugye? Igen. Orszarvúkat így, kell szállítani, és igen. hogy ez... létező társadalmi igen, igen. igény. Hát, a tulajdonképpen, ha belegondolunk a különböző afrikai, vagy akár indiai, de inkább afrikai, ugye nemzeti parkokba, ha egy orszarvú megsérül, hát azt mindig ö, helikopterrel szállítják el, mert egy teherautóra viszonylag nehéz felrakni, tehát ugye egyszerűbb légi úton szállítani. Nyilván van olyan eset, amikor fejjel lefelé kell szállítani, mert mondjuk úgy egyszerűbb bele a hámba, és ez a csapat kikutatta, hogy ez mennyire biztonságos, tehát mondjuk a nem el lesz attól az orszarvunak baja, hogy egy altatott, tehát mesterségesen előállított alvó állapotban a vér ugye be lehet. Tódul az agyába, és akkor ő ott még közben lebeg is a levegőben, és akkor ezt kikutatták, és megválaszolták, hogy igen, biztonságos. Tehát mondjuk szerintem azért ez ez egy vicces. Tehát ugye ez mondjuk hasznos, uh -huh. legalábbis az állatvédős szervezeteknek biztos, de, de legalább annyira vicces is. De fontos dolog az orszarvúk űrutazása problémájából is, hiszen ez már majdnem a súlytalansághoz közeli véráramlási állapotot idéz elő, nem? Úgyhogy ezzel együtt azt is sikerül bizonyítani, hogy valószínűleg egy ürepülésen is jól funkcionálnának az ország. Ez egy, egy háttérhatalmi összeesküvés, mert valaki ki akarnak lőni a, az űrbe egy országot. Az űrvadászok. Mert úgy csinálok, mintha nem érteném, hogy amikor az Ádám azt mondja, hogy valamit kilőni az űrbe, akkor ő arra gondol, hogy felküldeni egy rakétával. Csak mindig kijavítom, hogy ez nem kilövés, de most lehet, hogy tényleg kilövésre gondol, hiszen az űrvadászok kilőhetik az űrben az űrorszarvút, és akkor persze, ahogy mondod, űrvadász kiállítást is lehet belőle tartani. De ez egy messzire vezető gondolat. Bár létezne olyan film, hogy űrvadászak. Nagyon szívesen kibeszélném pedig. Figyelj, szerintem keressük meg, mert hát ha létezik. Tehát elég nehéz elképzelni, hogy ilyen című zs film még nincs. Űrkamionosok van, azt tudom. Tényleg? Aha. Oké. Okay. Egyszer, rám egyszer rám azt nézek. a filmet is kibeszéljük. Miklós. Egyszer minden filmre sor kerül, és néhány évente az Armageddon-t. Igen, a Nobel díjig még sokszor filmet kibeszélhetünk. Amúgy van űrvadász című film. Hoppá, 1983-as Kifi Kaland. Hú, nagyon ígéretes. Azt nem mondta, hogy ki beszéljük. Kalandok a tiltott zónában egy 1983-as amerikai űrnyugati Őrnyugati film. <laughs> Mi ez az automata fordítása a westernnek? Űrwestern. Western. Igen. Egy űrwestern. Őrnyugati film. Ernie Hudson, Michael Ironside, a film ügyvezető producere Ivan Reitman volt. Hát most itt, én most a fordítást, az automata fordítást olvasom, mert ugye Igen, igen mert az én. ügyvezető producer szó kapcsolatot én az executive producerem, meg sose hallottam, de ennen mostantól ezt fogom használni. Amúgy magyarul azt hogy mondják? Mondjátok. Executive producer? Hát igen, executive executive producernek, de igen. általában ő a showrunner is. Igen. Szép, egyébként szép a, a szóval. film Elmer Bernstein állította össze, írják. De egyébként ez egészen a stáb szerint egy egészen jó kis hármas aláfilm, Úgyhogy okay. ha szeretnék, kedves hallgatók, hogy az űrvadász kalandokat tiltott zónában rólt és kibeszéljük, akkor kommenteljetek, és hát mindenképpen föl fogjuk venni a listánkra. Csodálatos képek vannak. Na jó, igen. Szóval ignóber ott tartottunk egy kicsit-kicsit el. Mentünk másfele itt az űrvadászat területére, de egyébként meg ez is milyen jó űrvadászat, egy ilyen kiaknázatlan terület. Erről is Igen. lehetne kutatást. Tényleg azért az ignoberre ráhajthatnánk testületileg, tehát azt a tavalyi felhívásunkat, amit ha jól emlékszem megtettünk, azt csak megismétlem, hogy nyilván a Nobel-díjjal kapcsolatban csak hülyeskedünk, de az viszont nekem tényleg egy életcélom, hogy egy Ig nobel díjas kutatást, egy Ig nobel díjas kutatást össze kéne hozni. Tehát, hogyha valakinek van kellőképpen elborult ötlete, akkor nyilván, hogy írja meg nekünk, ahova is. Podcast kukat Podcast, igen, a podcast kukac emtv.hu-ra várjuk azokat a kutatási terveket, amiket majd jól lenyúlunk, és megírjuk belőle a jövő évi Ig Nobel-díjas kutatást. Mondjuk én, ha így most kutatnék, és Nobel-díjas állítást és felfedezést tennék, amúgy kaphatnék Nobel-díjat attól függetlenül, hogy semmi tudományos kapcsolatom nincsen? Az Ig Nobelben előírás, hogy kell tudományos publikáció hozzá. Tudom, még publikálhatok tudományos labbal. Ja, persze, hát ennyi, tehát nem kell, hogy te, mit tudom én, professzor Emeritus Ficus Kukis legyél a Ló Egyetemen, tehát nem, sem semmi a Ott se. Ott nem, se. nem, nincs ilyen feltétel. Igazából nem is értem, hogy eddig miért nem kaptad meg mindkettőt. Nem, nincs nem tudom, hogy mit kutathatnánk. Hogy... Amúgy ezt mondta egyébként az a csávó, akiről meséltem, hogy Henry kettőkör a 92 éves opukája hívta föl, hogy, 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 hogy az a lényeg, hogy és az a leg, kérdezték utána az interjúban, hogy, hogy hát mi, mitől jó egy kutató, mi, mi, mit tekint a legfőbb izének, szempontnak, ami alapján érdekes dolgokat lehet csinálni, és azt mondja mindig, hogy a legnehezebb az egészben, és ez, ezt én is abszolút így gondolom, hogy a legnehezebb az a jó és fontos kérdések megtalálása. Tehát a kérdésfeltevés a legnehezebb, ha egy jó kérdést föl tudsz tenni, akkor már idézőjelben csak. Meg kell csinálni a kutatást, de nagyon sok ember van, akik szenzációsan intelligens, fantasztikus kutatók, de sose fognak Nobel-díjat kapni, és ezt ők is tudják, és egyébként sajnos a mi kutatási területünk is olyan egyébként, hogy ezért sose fognak Nobel-díjat adni, bár, bár, bármennyire is ügyesek és okosak lennénk. Na, szóval, hogy hát igen, a nagy kérdéseket kell követni, és nem. Sz merni kell nagyot álmodni, és olyan kérdést feltenni, amit még senki nem tett föl, és ez, ez talán a legnehezebb, de és ez ugyanúgy érvényes az Ig Nobel -díjra is. <laughs> hát ez egy nagyon jó kis végszó volt, itt műsorunk végén, viszont előtte még Claudia elindult a podcastetek, a Bakonyi Csillagászati Egyesület podcastja egy pár szót, mondaná róla, hogy mivel foglalkoztok, milyen témákkal, mire számít, aki rátok kapcsol, és hol talál meg titeket. Igen, köszönöm szépen, tehát a Bakonyi Csillagászati Egyesület podcastje csillagösvény címmel indult el, és ez, ahogy a neve is sugalja, itt elsősorban az éjszakai égbolt csodáival, azon belül is a csillagképekkel fogunk foglalkozni, és ezt úgy képzeljék el a kedves hangatók, hogy ezek ilyen, ilyen 5-6-7 percesek, tehát ilyen zeneszámnyi, vagy dupla zeneszámnyi adások, az első három epizód az egy ilyen bevezető epizód lesz az éjszakai égbolt, illetve magának a podcast használatának a világába. Utána pedig majd a csillagképekkel fogjuk kezdeni, és minden héten egyszer jelentkezünk hétfői napon. Ugye az összes ilyen podcastos csatornán elérhető, illetve hogyha valaki. Videó formájában is szeretné nézni. Képek vannak alávágva, amik szintén megkönnyítik az adott objektumnak a megkeresését. Azok YouTube-on is követhetik. És majd a második nagy etapban, tehát hogyha majd a csillagképekkel végeztünk, akkor a mély ég objektumokkal fogjuk folytatni. Tehát a különböző galaxisok és egyéb más objektumok kerülnek. Terítékre. Remekül hangzik, mindenképpen hallgassatok bele. Viszont mai műsorunk sajnos véget ért, de ha nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból, kattintsatok a parallaxis.tmtv.hu oldalra, kövessetek be minket Facebookon, valamint hallgassátok Miklós Kozmikus műsorát a Szokalébresztőt is. A podcastjeink egyaránt elérhetőek Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon és Youtube-on is és a következő adásunkhoz érdemes lesz ezt, ezt az utóbbi platformot választani, hogy a november 11-én megjelenő 55. epizódunk nem csak hangban, hanem képben is a Vault 51 Gamer bárból jelentkezik, ahol a Friends of Star Trek elnevezésű eseményen eljutottunk oda, ahol még Shatner sem járt, mélyüli kalanda korábban kiadottaktól eltérően Magdival Miklóssal és velem, tehát november 11-én 18 órától a Parallax és Univerzum Addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ivan is Régel Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu